Üdv mindenkinek a mai videóban! Folytatjuk a szendvicses sorozatunkat. Utazunk ma keletre, egészen pontosan Vietnámig. Mai szendvicsünk ugyanis innen származik, a neve pedig banh mi. Ami magyarul annyit tesz, hogy búzából készült kenyér, esetünkben még pontosabban bagett. Tehát az francia, gondolhatnánk. Szendvicsünk eredete a francia gyarmatosításig nyúlik vissza. A franciák vitték a bagettet, a vietnámiak pedig megtöltötték azt mindenféle finomsággal, és így született meg a banh mi. Kezdjük egyből a hússal. Én 2 kis darab sertés szűzpecsenyét fogok használni. Jól bevált szárazon sózással készítjük elő, vagyis szárazra töröljük, bőven sózzuk minden oldalát, és így mehet is a hűtőbe. Amíg a hús pihenget, elkészítjük a savanyított zöldségeket. Ehhez megpucolunk 4 kisebb répát, 1,5 jégcsapretket, majd egyenlő hosszúságú pálcikákat farigcsálunk belőlük, vagy ahogy a gasztronyelv hívja, julienre vágjuk őket. Mint minden tradicionális ételnél, itt is többféle változattal találkozhatunk, és ez így is van rendjén, nem beszélhetünk kőbevésett receptről. Szóval, ha nincs otthon valamilyen hozzávaló, vagy nem szeretjük, egyszerűen cseréljük le, vagy hagyjuk ki. Közben 4 deci forrásban levő vízhez adunk 1 deci 10%-os ecetet, két evőkanál cukrot és egy teáskanál sót. Addig keverjük, míg a cukor és a só fel nem oldódik, majd ráöntjük a felvágott zöldségekre. Egy lezárt edényben, üvegben akár hetekig is eláll a hűtőnkben, de nem fog. Ha ezzel megvagyunk, forrósítsunk fel egy serpenyőt egy kanál olaj társaságában, vegyük ki a húst a hűtőből, töröljük ismét szárazra. Ha kellően forró a serpenyő, mehet is bele a hús. Pirítsuk jól meg minden oldalát, és közben vegyük le a hőfokot közepesre. Egy ilyen fél kilós húsnak nagyjából 20 perc kell, hogy kellően átsüljön. Ha nagyon precízek akarunk lenni, akkor egy maghőmérővel tudjuk ellenőrizni, 65 fok kell legyen a hús belseje. Időnként locsoljuk meg egy kevés vízzel, hogy ne száradjon ki. Ha elkészült a hús, tegyük félre egy tányérra és takarjuk le alufóliával pár percre. Addig készítsük elő a többi hozzávalót. Karikázunk pár szelet kígyóborkát, szűrjünk le egy jó nagy adaggal a réparetek kombóból, készítsük el a pikáns majonézt, illetve a speckó szószt. Egy kis tálkában keverjünk el 2 rész majonézt, 1 rész sriracha szósszal. Ezzel meg is vagyunk. A másik szószhoz szükségünk lesz egy evőkanál hojszín szószra, egy evőkanál rizsecetre, két evőkanál világos szójaszószra, és egy evőkanál hal szószra. Időközben a húsunk épp annyira meghűlt, hogy szeletelni tudjuk. Csapjuk is szét vékony szeletekre. Ha ezzel megvagyunk, jöhet a várva várt szendvics összeszerelése.
Ehhez szükségünk lesz egy mezei bagetre a kisebb fajtából. Vágjuk félbe, de ne teljesen. Az egyik oldalát kenjük meg házi májpástétommal, a másikat pedig a pikáns majonézünkkel. Sorakoztassuk fel a hússzeleteket, és kínáljuk meg őket két kanállal a szószunkból. Ezután jöhetnek az uborkák, a savanyított zöldségek, és az elmaradhatatlan koriander. Jó étvágyat! Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, és ha szívesen néznél még hasonló recepteket, akkor iratkozz fel!